Mikulás alakja egy igazi emberen, a 4. században élt Szent Miklós keresztény püspökön alapszik, aki gyermekeken segített és lakhelye a mai Törökországnak felelt meg. Rengeteg országban karácsonykor nem a Jézuska, hanem a télapó hozza az ajándékokat, és szánkójának több mint 400 000 tonna játékot kellene elbírnia ahhoz, hogy minden gyereknek jusson. Ehhez a súlyhoz egyébként több mint 350 000 rénszarvasra lenne szükség, de télapó csak 9-en rendelkezik, melyek nevei Rudolf, Fürge, Sármos, Talpas, Kerge, Csámpás, Torkos, Bátor és Szélvész. A télapó rénszarvasainak az orra a vörös vérsejtek miatt piros. A magas vörös vérsejtszám ugyanis elengedhetetlen a hatékony oxigénszállításhoz és a testhőmérséklet szabályozásához olyan extrém körülmények között, mint a repülés. A mai ismert Mikulás kinézete nagy részben a Coca-Colának köszönhető, mikor 1931-ben elkészítették az első télapós reklámot. 1890-ben James Edgar üzletember volt az első, aki egy bevásárló központban Mikulásnak öltözött, ezzel növelve a vásárlók számát. Létezik egy növény, amit Mikulás virágnak hívnak, és napjainkban a karácsony egyik szimbolikus szobanövénye. Amerikában van egy iskola, ahol azt tanítják, hogy hogyan legyél tökéletes Mikulás. Sajnos Szent Miklós csontjainak és erekjeinek már több mint a felét kilopták sírjából. Az 1800-as években egy költő Thomas Nash írta meg először, hogy a Mikulás az északi sarknál lakik. A legenda szerint Szent Miklós születése után azonnal lábra állt, és az anyatejet sem volt hajlandó meginni. A Mikulásnak több mint 2000 kilométert kellene megtennie másodpercenként ahhoz, hogy mindenkinek vigyen ajándékot. Magyarországra a Mikulás december 5-éről 6-ára virradó éjszakán érkezik. Ahány ház annyi szokás, így ezért lehetséges, hogy valaki már 5-én este megtalálja a csokit vagy a virgácsot, más pedig csak 6-án reggel fedezi fel. Egy ember átlagosan 2000 kalóriát fogyaszt el egy nap, viszont ha a Mikulás minden házban 2 darab süteményt enne meg, akkor több mint 350 milliárd kalóriát fogyasztana el egyetlen nap alatt. Továbbá, ha minden házban 2 deciliter tejet hagynának neki, akkor több mint 518 millió litert fogyasztana el belőle. Feltételezzük, hogy a télapó több mint 2 milliárd gyereknek visz ajándékot egy nap alatt. Ha a játékok mérete átlagosan 80 cm, akkor több mint 2,5 millió kilométer hosszú csomagoló papírt kellene elhasználni a becsomagolásukhoz. Ezzel a mennyiséggel egyébként több mint 50-szer becsomagolhatnánk a Földet. Franciaországban átlagosan 1,7, Kanadában 1,4 és Amerikában 1 millió levelet írnak a Mikulásnak évente. Amerikában sütivel és tejjel, Ausztráliában sörrel, Svédországban kávéval, Dániában rizspudinggal, Angliában húsos pitével, Chilében pedig tortával várják az érkezését. Te pedig tegyél ki neki 2-3 szál kolbászt, majd írd meg egy kommentben, hogy virgácsot vagy édességet kaptál. Találkozunk a következőben, és boldog Mikulást kívánok mindenkinek!